Nagyon nagy kérdésem van felétek. Legyetek kedvesek segíteni. Mindenben segítünk, amiben következő van, csókot akarok. Ott tartunk, hogy van két gyönyörű gyerekünk. Igen? És hogy lehet, hogy még én akarnék egy kettőt, a béka még nem tudja, de egyet lehet, hogy még. És akkor jogosult leszek arra, hogy csókot igényeljek. Na, illetve jogosult leszek arra, hogy csókot igényeljek. Ja. Teszem föl a kérdést. Hát ez egy nagyon jó kérdés. Ugye? Ez egy nagyon jó kérdés. Ahogy látom, ez napról napra változik, tehát még akik adják, se tudják, hogy te jogosult leszel a jelen pillanatban, vagy legalábbis most nagyon nagy csókörület van. Hát mindenki, figyelj, erről beszél az ország, akinek már van két gyereke, mondjuk azt simán azt mondja, és akkor jönnek azok a kérdések, hogy nekünk ugye nincs saját tulajdonú ingatlanunk. Hát akkor ez egy tízessel bejebb, vagy akkor ezt már az egyet már bevállalod azért a 10 millióért, ha nem akartad volna, én mondom még egyszer, hogy akartam egyébként is. Csinálok még egy gyereket, és kapok ugye 10 plusz 10-et. Én nem vagyok ott annyira csókban. 10 milliót, amit nem kell visszaadni, és kapsz másik 10-et 25 évre 3%-os, kb. 3%-os kamatra. De azt vissza kell. Azt vissza kell fizetni. Viszont van egy csomó olyan dolog benne, ami azért meg tudja egy kicsit törni a lendületet, mert például akkor is kaphatod ezt, ha neked még egyetlen egy gyereked nincs. Csak de te bevállalod, azt hogy mondod, három. Hogy vállalok három. Jézus Isten, hát arról én mindenkit lebeszélek. És most durva. Figyelj, ha úgy vállalsz hármat, hogy még azt se tudod, milyen egy. Igen. Hát azért egyen legalább essünk túl, és csináljuk végig az első egy évet, azért ott átformálódik sok mindenki, mikor brutto 163 hete nem aludtál semmit. Szóval úgy veszel föl, úgy kapsz 10 milliót. 10 millió, egyébként baromi sok pénz. Én megértem, hogy sokan ezen gondolkoznak. Akinek van kettő, és ezen elgondolkodik még azt is, de azért az nagyon durva, hogy egy sincs, és azt mondod, hogy 10 plusz 10-ért, te azonnal hármat beválasz. Mi van, ha kifutsz az időből? Mi van, ha nem jön össze? Mi van, ha a kettő után egyszerűen a szervezeted úgy dönt, hogy nem tudod fizikailag bevállalni? Mondom, akkor van ilyen büntető kamat, meg nem tudom, miket hallok. Akkor nagyon-nagyon sokszorosát fizeted vissza. Na, a 10 millió. Akkor az nem akkor lehet egy adott esetben egy adósságcsapda? Dehogy nem. Dehogy óriási adósságcsapda lehet. Tehát a fölvet a vissza nem térítendő tizet. Most csak beszéljünk arról, igen, ne a másik tízről, amit ugye kapsz, hitelben kapsz, igen, és 3%-os kamatra. Megkapod a 10 millió forintot, és azt mondod, hogy ezt te betoltad egy jó lakásba, van valami ízi négyzetméter szám, akármi, és nem jön össze a harmadik gyerek, akkor, ha kettő már van, akkor részarányosan abból a 10 millióból azt hiszem 2,7 millió forint marad, viszont a többit vissza kell kamatostul. Sőt, fizet. Valami büntető kamatot is emlegetnek. Tehát azt hallom, hogy ha te nem sikerül, akkor ugye kijön a számla, akár egy ilyen 40-50 milliós összegről. Kérdezem, mi van, ha például elvált? Tehát mi van akkor, ha most minden szép, nincs gyerek, és azt mondod, 10 millió jöjjön. Sok pénz. Megértem, ha valaki dönt, tényleg baromi sok pénz, főleg úgy, hogy nem kell visszaadni, hát azért ez egy isteni lehetőség. De mondjuk két gyerek után azt mondod, hogy vége, tönkrement a házasságod, de egy gyerek után nem bírod, nem akarsz többet, elváltok. Vagy akkor vállalod azt, hogy... Pákó. Igen, vagy mi lesz, ha a másik gyerek kapucsinó, és nézel a feleséged a szülőszobán, hogy Valami haragudj, volt egy nagyapád, aki... Nem akarsz valamit elmondani? Tehát mondjuk egy gyerek után ti elváltok. Ugye együtt kell maradni, az is fontos, én azt olvastam, illetve de nem, az nem jó, ha elváltok. Ott is kell élnetek. Igen. Jó, de anyu mondjuk ott maradt, te elmész, hogy te maradsz ott a két gyerekkel, anyu elmegy, és mondjuk egy új feleséget hozol magadnak, akivel egy harmadik gyereket is vállaltok. Az a három, az ugyanaz a három, mintha egy alomból származó három lenne? Ahogy látom, naponta változik, tehát itt még azért sokan nem tudnak sok mindent, de itt azért a másik oldalt is meg kell vizsgálni, hogy óvatosan ugorj ebbe bele, nehogy aztán valami történjen a házasságoddal, ne jöjjön össze, megérkezik egy csekk azért 40 millió forintról, fölkaptál egy 10 plusz 10-et, és hirtelen ott én vagy tudom, 40. Tudom, hogy nem lehet mindig így gondolkodni, meg ez egy ilyen negatív szemlélet egyesek szerint. De óvatosan kell. Én azért először a kockázatokat kérdezném meg, mint ahogy ugye pár évvel ezelőtt, ahogy beugrottak sajnos nagyon-nagyon sokan a svájci frankos hitelekbe, ott sem kérdezték meg a kockázatokat, sokan sajnos. De most szerelem. Vagy három de várj, az egésznek az üzenete, tehát nem én, szaporodom, hanem... vagy gyereket csinálok pénzért. Te. Ne, rosszul nézel. Lóvéért szaporodsz. Ne. Hát tulajdonképpen most basszus, nagyon leegyszerűsített. Nem, szaporodsz, és gyere, ráfordulok, mert adnak tizet, akkor forduljunk már egymásra, azt csináljunk már egy harmadik. Hát azért ahhoz kellenek észérvek. Akarom-e, fel tudom-e nevelni, van-e rá anyagi lehetőségem, tudom-e bírni fizikailag, lelkileg, mentálisan. Hát azért ezt nem lehet így fölfogni, csináljunk már, ez nem egy kiló szőlő, vagy egy kiló kenyér, hogy csináljunk már egy harmadikat, tízet adnak, valamit csak elköltjük. Ahol kettő enni kapott a harmadik is enni. Hát azért ez egy komoly vállalás,
anyagilag. Hogy nem hallottam jól, meg is hitelni. Szóval én értem, hogy fogy a magyar, és fontos, hogy szülessenek gyerekek, és én is emellett vagyok, hogy egy értékes nemzet vagyunk, ne fogyjunk már el. Na de azért ez a 10 ér átfordulok, azt mondja, hogy utalnak tizet, azért csináljunk már még egyet. Hát ez a baj. Ez nem egy kiló hús, amit megveszel. De rosszul nézed, hát nem ér erről kell nézni, hogy 10 ér fordulsz rá. Nem. Az asszony, de számolt ki, hogy egy gyerek felnevelése megy. Jó, most egyébként is ráfordulsz. De akkor miért így nézzük rögtön, hogy mert a 10 ér csinálsz gyereket? Miért nem azt nézed, hogy de jó, hogy csináltál 3 gyereket, segítünk neked, mondja az állambácsi, azt mondja, hogy segítünk neked, hogy te emberibb körülmények között tudjál élni a gyerekeid. Miért csóka neve, miért nem Pepő? Pecóért pöckölök. Lóvér. Nem, miért nem lóvér pukkantok? Az a lópú. Lóvér pukkantok. Annak már megint van egy másik üzenet. Pukkancs lóvér. Na most, én ezt értem, de számolt ki, hogy egy gyerek felnevelése mennyibe kerül. Ugye? Számolt ki, hogy két gyerek felnevelése mennyibe kerül. Az iskoláztatás, a ruha, a tápszer, a farmer, a cipő, a külön, amit tudom, rengeteg. Na most ugye, tehát többen jön ki valószínűleg a harmadik gyereked, mint amennyit te kapsz. De Isten őrizi, és nem lebeszélni akarok, csak hogy gondolkozzunk racionálisan. Egyébként ez egy jónak tűnő dolog is lehet, akár. Nem nagyon ismerem a részleteket, hangsúlyozom sokat szóra, tehát ez nem egyfajta protestálás most ellene vagy mellent, tehát csak észérven kell, mint szülő gondolkodom, hogy egy gyerek is többe kerül. De pénzügyileg gondolkozom, nem lehet pénzügyileg gondolkozni. Ebből új házat, új házat építhetsz, vagy újat vehetsz. Tehát nem vehetsz használtat, ugye? Úgy olvastam. Ugye, hogy új ház, tehát új lakásra vagy házra, házépítésre igen. Fordíthatod. És vannak négyzetméter számok is, hogyha lakás, akkor 60, ha ház, akkor mit tudom én, 89. Igen, tehát pontosan meg van határozva, hogy te ezt mire tudod elkölteni. 90 négyzetméternél nagyobb házat kell belőle építened, vagy vegyed, és azt hiszem 60-nál nagyobb lakást lehet. Tehát háznál 90, lakásnál 60. A legmeredekebb a 10 év, és még nincs semmi, de beleugrasz. Na ez az. És így állsz majd a harmadik éjszaka után, így ízlik borostásan, kialvatlanul, és azt mondta, hogy de jó, még kettőt be kell vállalnom, mert jön a 40 millás, csak leverne a víz. Tudsz mondani, nem akarok orrást. Nagyon pesszimista lenni megint, de hogy most ki mer ebben az országon 10 évre előre tervezni, egzisztenciálisan. Tehát, hogy bármikor bármi jöhet. Szóval ilyenkor, persze, akkor meg ne csináljunk semmit, és ezért értem én, de hogy azért 10 év. Hány évesek vagytok? Mert hogy van egyik korhatár? 40. 40. 40. Én már nem. Na most ugye van egy korhatár, egy felső korhatár. Te már elestél. De jó az egyik fél is. Úgy, elég, ha az egyik 40 alatt van. Tehát, ha most mi bevarjuk a gólt. Jó, de a béka most 120 alatt van. Mindig. De most a béka 38-39? 38. Hát akkor azt most kell bevarni. Most kell egy feljebb tenni. Kerüljön kovász abba a cipóba gyorsan. Mi kavarjuk, dagasztjuk. Érted, akkor most már ne a bajgasd a szűket. Hát érted, most akkor mi van? Hát ott állsz a kapuba, akkor már csak élnél vele, nem? Mert nulla gyerekre bevállalni, ez rizikus, de azt mondják, hogy ha viszel papírt, hogy te alkalmatlan vagy a gyereknemzésre, akkor megúszod az egészet. A harmadik gyerek, az biztos. A harmadik gyerek felnevelése azonnal megvan oldva. Hányadik gyerek, vagy harmadik? Na nézd, a harmadik, csókos gyerek. Persze, te leszel a harmadik gyerek, te leszel a csókos gyerek. Így van. Tehát lesz egy generáció, mert úgy nő föl. Na hányadik, vagy harmadik, Pisti? Ó, te is kulcsos. Nem, én csókos. Pénzért csináltam. Na jó van, téged is pénzét csináltak. Téged szeretek a legjobban, nem? Veled jött a lakás. Hát ilyen már volt régen, ugye? Tehát, hogy volt. Hát, hasonló támogatások, ez már régen. Hát, ha van valaki, aki erre nem mond nemet, vagy aki most dörzsögeti a markát, ez nyilván ingatlanos. Tehát, hogy ez csináljátok. Persze. Tehát, szóval én egy fokkal ezt tovább gondolom, igen, hogy tovább kell nézned, hogy most gyorsan 10 millió. Tehát, hogy azért ezt nagyon észérvekre kell helyezni szerintem. Főleg a harmadik gyereket. De nekem két gyerekem van, ott állnak a ruhák. Tehát ruhára nem kell költeni. 18 éves korán. Tápszer is még egy kicsit. Tápszer, nem. Magyar anya, magyar csecs, magyar. Ja, így van. Magyar anya nem a tápszer. Magyar anya szoktat. Na jussunk el még idáig, úristen. Nem, ma maradt még nekünk is utántáplálós tápszerünk. Igen. Érted? Ez van a pelenkák. Erre megy ki a játék. Hát, hogy amit fölhalmoztuk, azt használjuk. Ja, értem. Használjuk. Érted? Aha. Tehát itt vagyunk. Tele van a tároló még lent gyerek tápszer, azzal a gyerekkel. Hétvégén Füles barátunknál voltunk, ahol született 3 gyerek. Ők már benne vannak a csokiban, lassan mindenféle szinten ikrek vannak, és a Panna. De hát mindenhol megy a gyerek már. Elmegyek, felteszek egy kávét, ez már terhes valaki. De a Panna gyönyörűen eljátszott a két ikerrel, és vitte őket pelenkázni. De várja. Ez a harmadik. De hogy ezek a gyerekek megnőnek. Ezek a
gyerekek alá később meg kell próbálni valamilyen egzisztenciát tenni, te elindítani. Lakást a szüleitől. Most nem azt mondom, hogy venni kell neki egy Bentley-t, meg egy rózsadombi lakást, de el kell kezdened egy picit terelgetni, iskoláztatni, segíteni. Az agyával. Ma már azért baromi fontos, hogy nem azt mondom, hogy tegyél alá mindent, mert sohasem ilyen nem fog megdolgozni, de egy picit próbáld meg támogatni, mert egy diplomával, majd ha kiesik egy egyetemről, nem biztos, hogy akár el tud helyezkedni azonnal, sőt, hát amilyen irányba megyünk, ez egyre nehezebb lesz, ugye, ha csak nem beszél két nyelvet, és próbálkozik meg valahol máshol. Nincs jó asztalos. Hát, baromira nincs jó asztalos is egyébként. Megfelé ne felejtsd el, amit az egyik kedves ismerősünknek az édesanyja mondott, hogy amikor még kicsit olyan aranyosak, mint aztán mind mocskos kis patkányok. Mondtam mama. De hogy mocskos kis patkány igen. De, tehát, hogy legyen azért harmadik, mert vágyunk rá, vagy úgy teljes a család, nálunk vagy szeretjük volt. Magunkat, szeretjük annyira. De ez, tehát legyen azért, mert akkor jön a pénz, tehát maga az ideológia nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nehéz, de közben megértem, hogy sokan ebbe úgy beleugranak, mert valóban tényleg 10 millió forint nagyon-nagyon sok. Csak hogy ennél ez egy érzelem teljesebb, cizelláltabb, mélyebb dolog, ez a gyerekvállalás csupán pénzért, hát ez nagyon-nagyon meg kell gondolni. Nagyon meg kell gondolni. Azon még hát, akkor van még egy dolog. Na, ha például... Ja, a keresztnév. Ja, hogy mi legyen majd. Legyen az neve, hogy Rákóczi Adorján Kégli. Igen. És nem válhatok el. De nem válhatok el. Nem történhet semmi. De nem. Hogy nem. Pont ezen gondolkodom. Igen. Hogy mi van? Hogy Mária, hogyha van, ha mi most békával széttépjük a babaruhát, ugye, igen. Külön megyünk, de nálam van a két gyerek. Értve nálam nem, de nálam van. Igen. És mondjuk, keresek egy olyan nőt, akinek van már egy gyereke. Ha mi ketten összeköltözünk... Nem kell, hogy házasok legyetek a csókhoz. Hogy... És gyorsan feleségül veszem. Innen indul, -2 az esküvő. Ugye? Tehát az innen el kell indítanod. Milyen, ahogy olyan itt csinálta. Mondjuk meleg vízpogácsa és egy izé, egy egy polgármesteri hivatal, az megvan mondjuk brutó pogácsát is hozták. Jó, akkor ezt mondjuk nem mondjuk le. Hát nincs -2 millió, tehát csókért gyorsan feleségül veszek egy olyan asszonyt, akinek van már egy gyermeke, akkor meg vagyok a három gyerekkel. Na jó, mondjuk hát ez nekem egy picit megvan a részben. De csalódás felé, hogy most komolyan a két gyereket vinnéd, és nem a Ferrari kávé főzött meg a szuvidáló. Az mindig nálam van. Nem szabad. Tehát nem szabad, hogy itt esetleg a pénztelenség, amit megértek, hogy baj van, vagy az emberi mohóság, vagy az, hogy most csak a 10 millió lebeg a szemem előtt, ne lássak kettő dologgal tovább, mert azért az élet megy tovább, megvan a 10 millió, elköltöm, beleteszem valamibe, de hát szép utána azért... házban fogok lakni én is. Aha, amit egy után majd elvisz a bank. De miért esetben? Hát de mert... van, megvan a három gyerek. De na, de akkor, mi van, akkor nézzük, nem tudod fizetni, nem tudod vissza fizetni. Tök jó vonal, amit a Jani most bedobott, akkor nézzük a rendeset. Tehát szerelmesek, már van két gyerek, megcsek szerelemből egyébként a harmadikat, meg már lehet, hogy tehát, hogy egyébként is akarták? Igen, már bevarták tavaly nyáron, most fog születni. De szépen beszélsz, de szépen beszélsz. Érted, a gólt, megvan. A francia, a Babics Mihály. Érted, megfogant az a gyönyörű gyerek, várjál már, mindig elakadtok a részletekben. Kovász került a ciklóba. Augusztusban beágyazódott az a gyönyörű mag, beporoztuk a bibét, bemorzsáztunk a reaktorba. És akkor most tavasszal meg fog majd születni a gyerek, és azt mondják, hogy fölvesszük a csókot, megépítjük a házat belőle, ott a három gyerek szerelembe élünk, akkor mit viszel a bank? Akkor miért van bank? Akkor nincs baj. Akkor most mondasz. Hát akkor nincs baj, de a válások számát, a tönkrement házasságok számát, ha nézzük, akkor meg ez az ország azért nem feltétlenül ebben maradt, hogy még 10 évig együtt asszonkával, meg nulláról három gyerekkel két együtt. Két negatív öreg. 10 év. Én ülök két öregemben. Hát ez olyan, mint önként vonul a börtönbe. Olyan dologért, hogy el se követ. 10 millióért, ne add el, ne csináld ezt. 10 évnél. Normális. Keseredett emberek vagy. Van egy szakértőnk a vonalban, aki segít nekünk. Hát rengeteg kérdés, nem tudom, hogy ő mindenre tud-e válaszolni. Ráksi Péter a vonalban. Jó reggelt kívánunk, hello! Jó reggelt! Jó Péter! A pénzcentrum.hu elemzője, hello Péter! Hát, ahogy látjuk, olvassuk, mi egyébként viszonylag keveset tudunk róla, főleg azért, mert hogy naponta változnak a kritériumok. Ez egy elég bonyolult dolog, vagy legalábbis annak tűnik. Valóban ennyire az? Alapvetően nem egy egyszerű történet, tehát rengeteg dolognak kell megfelelni ahhoz, hogy valaki igényelhesse a csokot. Na most fontos ketté választani igazából a kvázi régi csokot, ami a korábbi feltételek mellett megy tovább némi változtatással, és ezt az új programot, ami a 10 plusz 10 milliós, amiről egyébként most ugye minden szól, hogy 20 milliót kaphatunk három gyerekre. Tehát a régi csok feltételei azok nagyjából maradtak a korábbiak.
Megnőttek azonban a felhasználható összegek, és például eltörlődték az energetikai hát besoroláshoz kötött összegeket. Ezzel gyakorlatilag bővítették a programot. Az új program viszont az, ami igazán meglepő, ez a 10 plusz 10 millió. Na most ugye ez 10 millió vissza nem térítendő támogatásból és 10 millió kedvezményes hitelből áll. A 10 milliós támogatás az alapvetően ugye vissza nem térítendő támogatás, azonban ha vállal gyereket, vagy hát ha vállalunk előre gyereket, ugye 3 gyereket, és nem teljesítjük, akkor mégiscsak vissza kell fizetni ezt a támogatást, erre érdemes odafigyelni. Na most ugye ehhez 10 milliós hitelt is lehet felvenni 3%-os kamatra. A 3%-ot egyébként az állam nyújtja, tehát alapvetően egy piaci hitelhez hasonló konstrukcióról beszélhetünk, viszont az állam támogatásával fixen 3% lehet a kamat 25 éven keresztül. Egyébként nem kötelező 25 éves futamidőt választani, lehet ennél rövidebbet is, ugye általában 15-20 év az, amire a lakáshiteleket felveszik. A támogatásoknál érdemes azt még megjegyezni, hogy a használt lakásokra felvehető támogatás is eléggé kibővült, tehát most már akár 2,75 millió, azaz majdnem 3 millió forintot is felvehetünk használt lakásra 4 gyerek esetén. Azt gondolom, hogy ez egy szintén egy jó megoldás lehet, hiszen ha megnézzük, akkor a használt lakások és az új lakások között azért elég nagy különbség van árban. Persze attól is függ, hogy hol szeretnénk beszerezni ezt az új lakást. Vidéken, főleg kisebb falvakban azért jóval olcsóbban juthatunk házhoz, lakáshoz. Bocsánat, hogy nem lehet eladni utána ezeket? Tehát, hogy én megvettem, és utána bizonyos ideig én ezt nem adhatom el? Igen, 10 évig van elidegenítési és terhelési tilalom a házon vagy lakáson. Tehát gyakorlatilag nem adhatom el. Van azonban egy kis kapu egyébként a rendeletben, amivel mégis eladhatjuk. Ehhez viszont a támogatást, amikor el szeretnénk adni, akkor a támogatást letétbe kell helyezni az államkincstárnál, de hát azért azt gondolom, hogy elég kevesen vannak, akik a 10 millió forintot azt egyben csak így le tudják tenni, hogy akkor most szeretném eladni a lakást és egy másikat venni helyette, de akinek erre lehetősége van, az természetesen ezzel élhet. Ha mégis eladnánk egyébként a lakást, mondjuk teszem azt vállás miatt, ami ugye előfordulhat, akkor viszont vissza kell fizetni a támogatást. És ha mondjuk apa lelép, 2 gyerekkel én ott állok, felvettük közösen, apa azt mondja, hogy nem, ott marad a nyakamba 2 gyerek, ott marad a nyakamba mondjuk a csók, jön egy pasi, és csinál nekem egy harmadikat, akkor a dolog például mehet tovább, vagy anya megszívja a 2 gyerekkel, apa vidáman elmegy egy fiatalabb nővel, és ott marad minden mondjuk a nő nyakában. Itt az is kérdés, hogy a válláskor ugye eleve, hogyha nincsen ténylegesen kimondva a válás, akkor hiába az új pasi csinálja meg a gyereket, akkor ugye jogilag ugye a régi házasságban születik meg, így a csoknál számíthat. Uh-huh. Ha viszont kimondják a válást, akkor azonnal vissza kell fizetni a rendelet alapján a támogatást, úgyhogy ez nem egy járható út. Az kemény, tehát se eladni, se elválni nem nagyon lehet. Uh-huh. Nem, mert akkor vissza kell fizetni azonnal. Igazából ez egybecseng azzal, amit a Balogh emberminiszter mondott, hogy hát ne váljanak el a családok. Hát, aha. Jó, igen. Hát igen, csak ez nehéz, ugye, hát tervbe venni lehet, de hát egyben tartani, kikényszeríteni azért az egy nehezebb dolog, persze. Jó, én nem tudok nagyon erről többet kérdezni, azt hiszem a legfontosabbakat elmondtuk, hát nyilván nagyon sok kérdés és nagyon komoly mélységei vannak ennek a csoknak, és hát még sok a bizonytalan tényező, de azt hiszem talán a legfontosabbakat elmondtuk, ugye? Nagyjából igen. Hát a feltételeknél még azt érdemes kiemelni talán, hogy a 10 milliós csokot például 2 éves társadalombiztosítási jogviszonyhoz kötik. Ez ugye gyakorlatilag azt jelenti, hogy 2 éven keresztül folyamatosan munkaviszonyba kell lennie az illetőnek, aki igényli a csokot. Azért az is fontos.
Igen, igen, ez is fontos, illetve hát nem lehet rajta a KHR negatív listáján, tehát nem lehet hátralékos hitele tartozása a csok igénylőknek. Hát itt ugye sokan felszólaltak az ellen, hogy akkor ez most miért jó, meg hogy miért kell egy visszanemtérítendő támogatásnál ezt előírni. Hogy mi a mögöttes dolog, azt nyilván a minisztérium tudna elmondani, de azt gondolom, hogy például a hitelhez ott eleve, ugye ez is egy feltétel, tehát hogyha 20 millióról beszélünk, akkor egyébként is egy feltétel lenne a hitel 10 milliós összegének a felvételéhez, hogy ne legyen előzőleg tartozásod. Gyerekek, 10 év múlva valóban a meddőkországa leszünk. Itt papíron itt gyerekek, ennyi meddő még nem van. Így kiugrunk majd az Európai Uniós átlagból, hogy kettőnél meg kellett állnunk, milyen meddő vagyok. Meddő vagyunk. Nem jött össze. Hát nagyon kemény, ezt kíváncsiak vagyunk a részletekre. Azért ezt mindenkinek jól meg kell gondolni. Gondolom, te is ezt tanácsolod, hogy nagyon nézzen utána, nagyon kérdezze meg. Ha lehetősége van, vegye igénybe, de ne részegüljön meg azonnal a 10 milliótól, hanem nagyon-nagyon gondolja meg. Jól mondom, Péter? Igen. Tehát azért végig kell gondolni, hogy ténylegesen tudjuk-e teljesíteni. Egyébként nemrég derült ki egy statisztika, hogy például a magyar férfiak 10%-a alkalmas spermadonornak, azaz, hát ez azt jelenti, hogy ugye az nem olyan jó minőségű az anyag, hogy úgy mondjam. És hát, ebből a 10-ből 8 én vagyok. 10%-ból 8% csak a Jani éves termése. Hát erről nem tudtam, tehát így azért teljesen más a dolog. Na de a viccet félretéve, tehát nem olyan egyszerű összehozni a három gyereket. Hát nem. Az a legbátrabb, aki nullánál azt mondja, hogy három, hát legalább egyet nézzen meg, hogy milyen gyerekek. Mert azért akinek van, az tudja, hogy másfajta élet az gyerek nélkül és gyerekkel. Átalakul egy-két dolog azért. Oké, hát köszönjük, reméljük, hogy tudtunk sokaknak segíteni. Nyilván ezen beszélgetés célja ez is volt, hogy humorizálunk, de azért egy kicsit komolyabban veled, Péter, hogy elmondjunk fontosabb részleteket, mindenki tényleg olvasson utána, nagyon. Péter, köszönjük szépen, jó munkát nektek. Köszönjük szépen, Rácski Péterrel beszélgettünk, köszönjük szépen a pénzcentrum.hu egyik elemzőjével. Jó, gondold meg azt azért, Ferenc. Jó, gondold meg azért. Szerelem van, egyébként is akartuk. Persze, óvatosan azért fogságban, nem biztos, hogy kell szaporodni, így egy hallgató, gyerekek. Óvatosan azért. Csak óvatosan azért ezzel. Nem baj, Feri, érte. Mindannyiunknak ott van a kis ladikunk a szerelem tengerén, vagy legalábbis ott volt. Hát a tiéd, ez csak dagadó vitorlákkal menjen tovább. Menjen tovább a habokon. Balázsik már ledobták a horgonyt, ahogy én észrevettem. Én már az egynél is ezt mondtuk, de kettőnél nagyon teljes. Nagyon teljes. Jó az. Bárkinek bárhol javaslom azt az irányt, ahol mi tartunk, mi már a száraz dokban állunk.